A sikert nem adják ingyen. Akár ez is lehetne a mottoja a Szekszárdi Gemenz Judo Klub ifjú sportolóinak. Ellátogattunk az Egyesület nyári edzőtáborába, ahol saját szemünkkel láthattuk azt, hogy mi mindent megtesznek a gyerekek azért, hogy egy-egy megmérettetés alkalmával rangos helyezéseket zsebelhessenek be. Az egyhetes tábor ideje alatt napi 3 edzésen vesznek részt, ahol az edzők elsősorban állóképességfejlesztő feladatokkal tréningezik az ifjú sportolókat, aminek meg is van az eredménye, hiszen az országos versenyeken mindig sikerrel szerepelnek. Vaskó Kamilla hosszú lábazozás után kezdett el újra versenyezni. Elindultam decemberben az országos bajnokságon, felnőtt harmadosztályba, ott sikerült nyernem. Utána elindultak diákolimpián, ott is jó eredménnyel végeztem, első helyezést értem el. Sáros Diákos szintén bokaszalag szakadásából épült fel, és a gyógyulást követően a kitartó edzéseknek köszönhetően ismét sikereket ért el. Diákolimpia volt, és azon én szerintem jól sikerült, harmadik lettem. Hát magyar bajnokságon jól kéne teljesíteni, de ahhoz táborba kell tiporni. Alsónánán a Galagonya táborat helyett immár 9. alkalommal a szekszárdi küzdősportosoknak. A tábor elhelyezkedése, a környék adottságai mind megfelelnek az erőléti edzések lebonyolítására. Nagyon jól érezzük magunkat, kitűnően főznek ránk, a szállás is jó, a terepviszonyok meg kimondottan arra való, hogy ezeket a álmokat, amit dédelgetnek a fiatalok, meg tudják valósítani ősszel a magyar bajnokságon. Reggel én keltem őket, első alkalom, amikor volt a ébresztő, nem ma, 9 évvel ezelőtt, akkor kitaláltam, hogy egy konyhából kölcsönkért nagy főzőkanál, meg egy lábos fedő, és hát teljesen azt hitték, hogy kitört a háború, és azóta, tehát annyira bevált, hogy azóta minden alkalommal így kelünk, 6 órakor, bocsánat, 6:30, 7 órakor van egy reggeli torna, ami általában egy olyan 30-40 perces. Reggeli 9-10 időjárástól függően tartjuk az első komolyabb edzést, ez egy másfél órás edzés, itt ami belefér mindenféle olyan gyakorlatok, ami az előbb említett állóképességet növeli. Ebéd, csendes pihenő az kötelező. Általában szerdától már nem kell kötelezővé tenni, mert mindenki alszik úgy, ahogy első 3 napba kellene, és akkor délután van 4 órakor a másik edzés. Az egy kicsit játékosabb, kicsit inkább gyorsaság, állóképesség, fejlesztés, és ez ismétlődik egy héten keresztül minden nap. De nem csak a gyerekek öregbítik a klub hírnevét. Az Egyesület elnökét, edzőjét, Szepesi Józsefet az Országos Dan Kollégiumi Szövetség alelnökévé választotta, ami hatalmas megtiszteltetésnek számít. A dicsőségről fia, Szepesi Dávid beszélt. Én úgy gondolom, hogy ez egy életútnak a megkoronázása, még közepe felé megkoronázása, nagyon nagy elismerés, és erre szoktuk azt mondani, hogy ez a szakma. Ez mindenfélétől mentes, ez a kata, meg a Dan Kollégium, ez arról szól, hogy a szakma, hogy milyen technikai tudás van, és ebbe sikerült mesterünknek oda bekerülni a vezetők közé. A Gemenz Judo Klub a hagyományokhoz híven idén augusztus közepétől ismét toborzást tart. Iskolákban, óvodákban helyeznek ki plakátokat elérhetőséggel, amin a szülőknek egyeztetni lehet az Egyesület edzőivel, hogy hol és mikor vehetnek részt gyermekeik egy bemutató órán, és próbálhatják ki ezt a küzdősportot.